Kívánok a jó estét, Mészáros Sándor vagyok, és kicsit gátlástalanul fogom dicsérni ezt a könyvet, mert semmiféle érdemem nincs benne, vagy 0,3%-tel. Tehát két dolgokban egyrészt gyönyörű, mint tárgy, ez, aki kézbe veszi ezt nagyon hamar észre, és egyetlen hibát se találtak benne, ami viszont nagyon ritka. Meg hát ki van találva az egész, hogy hogyan is működik. Elég linkönyv, tehát tulajdonképpen abban azért nagyon jó értelemben jó őrültség van benne, hiszen hogy ez mire való, nincs olyan sok minden, amit megragadhatnánk, és játszani akarnak velük, hogy komoly dolog az, és ez állandóan billeg a dolog, és ezt én ugye kétszer olvastam el, mert először a képeket gyorsan átnézi az ember egy másodperc, és olvasta a szöveget, és aztán utána kérdeztem fel, hogy a kettő egyenrangú vagy, és hogy ezt nem tudom. Ugye ez hogy született, vagy ez az egyenrangúság hogy találtatott meg, vagy én azt gondolom, hogy se a kép, se a szöveg nem mászik a másikra. Hogy készült? Mi volt ennek a program? Ezt lehet hallani? Tehát a kezdet az az volt, hogy írtam a Gólyától egy regényt, az a cím, hogy a Runa gyermeké, és ott belefutottam mindenféle madarakba, ami ugye az emberi képzelők teremtményei, és akkor kitaláltam, hogy ezeket össze kéne gyűjteni. Tehát akkor elkészültek a szövegek, amit én elküldtem a Kormina kiadónak annak idején, és megpróbálták megtalálni ezeknek a madaraknak az eredetiét, de aztán kiderült, hogy a különféle külföldi múzeumokból ezeknek a megvásárlása, az drága lenne, és inkább készüljenek illusztrációk. Amiket aztán szerencsére a Szilvi készítette el. De nem mutattam be a szerzőt. Mutatta az atot. Nem a Szilvi úrról. Szigeti Tolásoktól. És de erre már a Szilvi fog tudni válaszolni, hogy én megírtam a szövegeket, és szerintem a Szilvi nem csak a szövegek alapján dolgozott, hanem egy ilyen értelmezést is hozzárendelt. Van nekem egy nagyon kedves könyvem, a Krasznaorvai László, Állat van bent, biztos ismered. Neked is kedvenc? Igen. És akkor ugye ott úgy nézett ki ez a dolog, hogy van egy illusztrátorunk, hirtelen a neve nem jut eszembe, Neumann talán, nem tudom. Nem ugye, tehát ő fest egy képet, és arra születik egy szöveg. Vagy a szöveget ismét értelmezi, az illusztrátor, bocsánat, nem tudom, nem akarok összeit használni, de nálunk ez nem így volt, hanem úgy, hogy én megadottam egy szöveget, megnézte a Szilvi, és akkor hozzárendelt a saját értelmezését, de átosabban butaságot mondok, hiszen ez már a te területet, hogy nem rajta. De miért akarsz megszabadulni attól, hogy elmondtad, hogy hogy mondtad, de mi a kérdés? Azt, hogy ez az egész, hogy ezek négykezes, és közben külön dolgoztak. Ez egy pontos szó, hogy négykezes. Tehát, hogy ez az egész hogyan találtatok ki, vagy miért, hogy találtatok egyáltalán egymást? Hogy találtunk egymást? Igen. Na most nem a poétika felől van, hogy gyakorlat felől. Nagyon prózai, hát volt ez a könyv, az az írás, amit a Viktor írt, az én madarai. És a Kólos László, aki akkor az igazgatója volt a Kolinának, megnézte az egyik kiállításomat, ami a természettudományi múzeumban volt, és akkor arra gondolt, hogy lennék arra, hogy ezt a könyvet illusztráljam. Lefogtam a szöveget, és nekiálltam. Ezzel nincs mit mesélni, szóval. Hát de az ember, de én csak azt mondja, hogy csinálok valamit, de mi inspirált a szövegben? Vagy miért vállaltad? Hiszen a kettő egymásra jár, de nagyon egészen más. Ennek volt egy előzménye, én 11 évig foglalkoztam Borges képzett lényeivel. Én azt megadottam, hogy tulajdonképpen kétszer is, de lehet, hogy háromszor. És abból lett 120 rajz. Ezt néztem meg Kólos Lászlónak idején. És hát adtam magát ez a dolog, hogy akkor ezt a madaras könyvet is meggondoljam. A folyamatról meg nem nagyon tudok beszélni, mert megkaptam a szöveget, elolvastam, utána néztem interneten most már, mert azért hogy sokkal könnyebb, és kitaláltam. De ebben mennyi a realitás és mennyi a képzelet, az imagináció? Tehát a két dolog értelmezi egymást, a szó vezeti, vagy a kép magát, vagy a kettő külön pályán jár.
Hát mindenképpen kiinduló pont az, hogyha egy állatnak négy lába van, akkor négy lábat rajzolok neki, ha van szárnya, akkor szárnya. Tehát azért vannak itt kötöttségek, de az biztos, hogy egy csomó újdonságot azért lerajzoltam. Tehát ha van egy baziliszkusz, akkor annak nem feltétlenül csőrt rajzolok, hanem egy hüllő arcot, amelyik érdekesebb, izgalmasabb, szokatlanabb. Tehát azért van benne kitaláció elég sok. Meg igyekeztem nem félelmetesen rajzolni, hogy azért valamennyire kedvesek is legyenek ezek az emberekből szörnyek. Hát inkább legalábbis a szörny, én is szörnyként láttam. És akkor van egy jó kontrapunkt, ahol mindegy cukor. És hát azt hiszem, hogy több irónia van. Persze. És ezt igyekeztem a rajzokban is megmutatni. Tehát amikor az ember megbarátkozik a könyvvel, akkor majd kedves, az elején nézem, mert micsoda szörnyeségek vannak benne. De egyáltalán miért ír valaki még 2100-ban mitológiáról? Miért fontos nekünk a mitológia? Vagy lehetséges a mitológiába gondolkodni? Hát hogyan? Túl sok kérdés ez, bármelyikről. A mitológiában gondolkodni szinte nem lehetséges. Tehát ugye a mitológiai gondolkodás az azt jelenti, hogy valami hasonlatok vagy metaforák mentén szervezzük a körülöttünk lévő világot, úgy gondoljuk el. Hát ugye ez Foucault óta tudjuk, hogy ez 18. század végén már okát vesztetté vált. Tehát nem hiszem, hogy lehet gondolkodni. Ugyanakkor hát mégiscsak az emberi képzeletnek ezek a szerves részei, valami nagyon ősi, nagyon régi, nagyon eredeti, és annak idején azt gondoltam, hogy hallatlanul izgalmas lenni, ezeket úgy szegmentálni, hogy külön miket képzeltünk az égbe, miket a vizekbe, és miket a körülöttünk lévő erdőkbe, sivatagba, hegyekbe, stb. Az, hogy ez kinek érdekes, azt nem tudom. Engem mindig vonzott a mitológia, mint én vagy, nem értem. Na, akkor előtt meg azt mondtad, hogy semmire sem van. Hát, mint gondolkodás volt, biztos nem. De ugye, hát de az... nem, tehát a mitológia nem szűnt meg, vagy inkább csak átalakult a képzeletnek. Mindig is van szerepe, vagy egyáltalán narratív tudásnak. Hát mitológia nélkül félnék a sötétben. Vagy a minden, azt bizonyos, hogy a történeteknek a egyszerűen azt mondhatjuk, a történeteknek a nevetekes változata. És ez tulajdonképpen mindig jelen van. Ugye a 18. századtól valóban az emberek nagyon okosak lettek, és azt hitték, hogy a dolognak már mindent megfejtettük, mindent tudunk arról, amiről egyébként most két tovább beszélünk. Ugyanakkor ki a képzelet, mindig is az irodalomnak is nagyon fontos része. És a kép és szövegnek valamiféle egymásba játszása azt mondja, nagyon izgalmassá teszi a kötetet. Tehát nagyon nehéz értelmezni a képeket, mert tényleg ez a szelítség és barbárság meg egy állandó kettősége. És tényleg sokan később fedezett a játékosságot, a virulmányát. A képekben is, meg a szövegekben is. Sokkal komorabb világnak látszik. Ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy tudunk az univerzumban, hogy tapogatunk, mint az görögök. Tehát aztán fekete lyuk, és nézem, hogy tényleg, hát mi az Úristen. És hát kb. 10 000 szeptember túlunk, akik voltak, de nem biztos, hogy előrébb van. Tehát így kör, ugye a mitológikus gondolkodás körkörös vagyunk. És hogy jött az egész, hogy jött az ötletet, hogy ezek a szövegeket, hogy készüljön? Hát, ahogy mondtam, ugye egy másik regény kapcsán találtam rá, vagy jutott eszembe az ötlet, hogy össze kéne ezeket gyűjteni. De ami talán fontosabb, hogy az lett volna a cél, hogy nem olyan lényeket találni, amelyek az európai kultúrának a szerves részei, hanem olyanokat, amik kevésbé ismertek. Illetőleg azok, amelyek ismertek, azoknak egy olyan értelmezést adni, ami szintén nem az, amit ugye kinyitsz egy mitológiai NPC-t, és akkor Minotaurus, és akkor ott le van írva a Minotaurusnak a története, és pont. Tehát ezek a szörnyek nagyon sokféleképpen vannak értelmezve és elgondolva, és az lett volna a cél, hogy kiválasztani olyanokat, ami kevésbé ismert. Ez az egyik kötetnek az egyik érdeme szerintem. A másik pedig, amit a Szilvi csinált az illusztrációkkal, hogyha neked azt mondják, hogy hüdra,
vagy bárkinek, akkor ott látunk egy ilyen 7 vagy 12 fejű sárkányt, akár a filmekből, akár milyen képeskönyvből, és hogy ezeket máshogy is meg lehet ragadni. Tehát ki lehet ragadni ezeknek a lényeknek egy olyan interpretációját, ami kevésbé ismert, de ugyanakkor legalább annyira, hogyha ebben a szövegkognizációban lehet mondani releváns. Tehát ezért tud szerintem izgalmas lenni, akkor bár nem ezt kérdezted. De, hát én nyilván arról, hogy egyáltalán hogy miért gondolkodunk e felől. Ugye a Borges könyve is mennyire játékos is, és mennyire inspiratív, tulajdonképpen egészen más utat nyerül. Igen, halálosan komolyan nem lehet lenni a mitológián, de elfelejtek sem. Ugye, mert hogy az, nagyjából minden történetnek egy eszenciális eleme benne. Most olyan gyerekek ezt nézhetik, vagy olvashatják, hogy elbírják. Próbálkoztatok ilyesmivel? Nem tudom, az a legrosszabb, amikor ezt a gyerekkönyvek közé sorolják. Ez hihetetlenül gyerekkönyv. Attól, hogy ebben ilyen szép, kevésbé szép lények vannak, ez nem gyerekkönyv. Illetve nem csak, mert inkább felnőtt. De mondd az, hogy te szerintítetted a szörnyeket. Miért? Hát mert ezt úgy szeretem csinálni. Rókát is szerintítem, mert nyestet is szerintítek. Hát szerintítek én mindent. De, és miért egyszer kezdhetnél volna valami emberi fejt? Emberi fejt? Hát, ja. Hát, majd ha kapok olyan feladatot, akkor majd... Te ez egy feladatként gondoltad ezt? Vagy tehát nem magadtól nem csináltad volna meg? De, és nagyon örültem neki, hogy ott lett. Na, erre fogadt az elején kérdezni. Mindig valami... Hogy ez az idő telt el, amíg megtaláltátok egymást, nem? Persze, de azt hiszem, hogy ez magától jött. Ennek így kellett lennie. És hogy most ugye szünet van, és azon többenek, hogy mi a fenét fogok csinálni ezután, mert hogy mégiscsak valamit kell. És elővettem a régi biaszodaimat, és meglepő biasz, még biaszodaimat is csinálok, és meglepő módon azok is ilyen félvények. Most éppen egy Sphinx embriót mintázok, tehát hogy az sincs ettől annyira össze. Mert éppen rájöttem a napokban arra is, hogy hogy van egy ilyen képességem, hogy össze tudok kötni egészen különböző dolgokat, és nem csak ez a lélvények szempontjából, hanem hogyha kell mondjuk a műfordításhoz valakit megtalálni, aki segít a férjemnek, akkor én mondok egy nevet, és ő azt mondja, hogy de ez honnan a nevéből találtad ki, és ez onnan van, hogy összekötött dolgokat, amik nem függenek össze. Még van ez a Kenta úr világ, ami a korábbi könyvben benne van, mindig van kettős lények van, több nem mindegyikben, de nagyon erőteljes. Mi ez a vonzódás? Vagy ez nem érdekes? Ez valami érdekes, ennyi. Nagyon érdekes. Most visszatérve a Minotaurusra, hát én, amely Minotauruszt életemben megrajzoltam, a hideg furkosodott a hátamon, amikor meglátom, hogy ebben is van egy Minotaurusz, ez nem igaz, hogy miért nem lehet kikerülni. De közben pedig annyiféle újdonságot lehet akkor is rajzolni róla. Annyi minden eszembe jut, akkor elő kell venni Borgesznek a könyveit, a labirintust, a görög karcolatokat, a vázákat. Mindig oda kell tenni egy fogat legalább, hogy legyen háttérben szóval, hogy ezerféle dolgok. Hihetetlen gazdag könyv, és tényleg azt mondja. Csak egy picit vagy folytatás, hogy hogyan működnek ezek a könyvek tulajdonképpen. Mondom, ebben nagyon jól el lehet merülni. Az ember tényleg ebben a lassú olvasáshoz, legalábbis én azt mondom, hogy ahhoz vezet, hogy tényleg habzolja az ember könyveket, vagy gyorsan olvas, vagy tudod. Ez pont megállít tulajdonképpen. De mondom, én ezt akartam, hogy nem, az képek annyira nem ért. Én egyébként nem vizuális típus vagyok, szövegekből értek valamit. És akkor és annak nyomásztán jött egy másik dolog is. Nagyon nehéz valóban erről beszélni, erről az élményről. Akkor elkezd működni, mert a nyelvünk ugye próbált egy prelogikus világnak a képe, és mi racionálisan próbálunk beszélni, hogy a nyelvből nyelvileg meg tudjuk ragadni, és ez előtte vagy utána van, és ennek a köztessége. Ezért volt viszont a könyvnek a másik része nagyon jó, viszont ott egy olyan elegáns és rövid összefoglalás, amit ő azt gondolt az ember, hogy jó, hát írt egy jó kis fűszöveget. De aztán egyáltalán nem. Jó, persze vannak jó fűszövegek is, de hogy alapvetően, hogy azok egy ilyen hasznos dolgot jelentenek, pedig elkezdi ravaszkodni, és ez nagyon érdekes, és nagyon érdekes humora van. És tegyük hozzá, muszáj volt ravaszkodni, mielőtt a könyve valaki hitelességet próbálna látni, vagy úgy tekint rá, mint egy tudományos munkára, mert ezt hangsúlyoznak, hogy nem tudományos munka. Ha nem ilyen, akkor? De
fantáziának. És de ugye úgy beszélünk, hogy csak azért próbáltam ilyen pofát mondani, hogy a tudományosságot tartjuk a dolgok tetejének. Azok rendre és rendre ugyanúgy elavulna. A mitoszok nem biztos olyan erősen, hogy elavulna. De ugye meg kell élni. Tehát, hogy ja, világ. Mert nincsen mögötte 650 lábjegyzet, hogy... És nem is akartatok valami ilyesmit csinálni, hogy kicsit úgymond tudósabbá tenni, vagy ezt a játékos akarok. Én szeretem volna. Lehet, hogy én olvasom, hogy játékosra, lehet, hogy mások sokkal komorabbnak látják, és lehet, hogy az érvényesebb. A Phoenixnél adtam föl. Nekem fogalmam sem volt rá, hogy a Phoenix az nem csak a görög, de a perzsa, sőt az északi mitológiákban is ugyanúgy megvan, különböző néven, ugyanazzal a leírással. Utólag számomra az is kiderült, hogy a Simurgh meg a Phoenix az körülbelül ugyanaz, tehát ez tényleg mitológia, és ez olyan, mint egy mocsár. Tehát nem lehet kiemelni egy elemet, hogy na most akkor ez az, ami. Tehát hogy a tudományosan, tehát hogy ez tudományos munka lenne, egy életet kéne fölrakni, nem már bocsánat. Viszont? Egy életet, egy egész életet. Ja, persze. Ezt meg lehessen magyarázni. Egy nagyon jó barátnőm, aki iranisztikát tanít itt az ELTE-n, és ő mutatta meg a saját könyvtárába, csupán a Simurgh-ról neki egy ilyen polszni szakirodalma van. És innentől fogva ugye nem lehet fölépni a tudományosság igényével, ezt nem ilyen a bevezetőben vagy az előszóban így hangsúlyoztak is, mert okafogott. De valami keretet, hogy ennyi és ennyi legyen, vagy így és ennyit csináljunk meg, vagy ez mindig változó. Hát ez egy érdekes történet, mert ugye én találtam ki a koncepciót, hogy legyen 33, 3x33, a Dantei hármasság miatt, de mindegy, de a Szilvi az úgy ügyes volt, hogy ma megrajzolt 35-öt. De hát ugye, de még... És az is, amit mondom, hogy ebben a könyvben két olyan lény is szerepel, ami a mitológiákban nem. Két lény. Nem ja. Fogom elárulni, de Szörényi professzor után szabadon minden lexikonban kell, hogy legyen legalább kettő dolog, ami nem valós. Ezt mi most teljesítettük. De ez ebben nem lesz észre, mert én sokszor úgy gondolom, hogy mindenki reláció ebben. Nem. Tudom, hát ennyire milyen nem vagyok, csak azért, hogy alapvetően persze, hát ugye, jó, hát, de például az értelmezések volt, tehát ja, ott állnak, ravaszkodsz, vagy ravaszkodsz, én nem tudtam ki, mert kérdeztem a beszélgetés előtt, hogy ki volt, aki festett, vagy rajzolt, és ki volt a szöveget csinálni. És ugye az egész később, vagy már jóval hamarabb meg volt a szöveg, mint a képes leványint elárulható. És ez nem volt zavaró? Szerintem nem is. Nem sok vitát nem okozott köztetek? Egyáltalán nem vitatkoztunk mi semmit. Tehát, hogy valamit kihagyni, vagy másképp csinálni. Volt ilyen? Egy mi volt, de a Phoenixnél. És mit akartam? Én azt akartam, hogy ez egy ilyen tűzben táncoló, hatalmas szörnyeteg legyen, de ugye a születését helyzolta. Pillanat, hogy felolvasnád mondjuk ez egy, csak hogy egyet mutassunk meg, hogy hogyan működik a könyv. Nyilván majdnem tetszőlegesen lehet, mondjuk akár a Phoenixet, akár mást, a szövegnek és a képnek ezt jó, a igen, nagyon lesz. Érdekes játékát. De most hiába mutatom, mert nyilván úgy se látni a illusztrációt. Phoenix. Először a toll a lobban, és akkor úgy fest, mintha a világot akarná hatalmas lángoló szárnyaival átölelni. Aki ilyenkor látja, nem is hiszi, hogy éppen most pusztul el. Azt gondolná, hogy ereje nőttön nő, és a láng nem más, mint önmaga kiterjedése. A Phoenix az első tűzben született, és egyszer majd tűzben is pusztul el. Írja róla Paracelsus. Ám ha magától gyullad fel, akkor csak megújul. A Phoenix 1461 esztendeig hordja a testét, és ha letelik ez a mérhetetlen idő, fahéj ágacskákból mágiát rak, és lángra lobbantja önmagát. Hogy az elégett hamuból fiókaként születhessen újjá, ismét 1461 esztendőre. A Phoenix, amilyen gyönyörűséges, olyannyira szemérmes madár, akinek a szívét nagy bánat nyomja, és magányosan kóborol,
az eső láztatta utcákon, a nem enyhíti semmi a bánatát, és a talpa alatt nyöszörgő földbe kívánkozik, a jóságos főnix megkeresi és megvigasztalja. Mikor a keserűség mélyén halak fúvol a szó csendül, melytől a lélek felemelkedik, és lassan visszalopakodik az emberbe az öröm, akkor valójában a főnix lebeg az ember mellett láthatatlan alakjában, és ő dalol szomorú lelkének. Na most ez rengeteg értelmezésből lett összeszedve, de tehát ez nem az én kitalációm, az a szöveg. Hát igen, de a második fel az költészeti. Ez az egyik ugye, mint hogyha egy ilyen leírás lenne. Indul és ebbe cselezt, és utána egyszerűen látod, hogy a dolog abszolút egy imaginatív stílus, és teljesen ugye vannak nagyon jó, mint a Hemingway-nek vinyettái, vagy a rövid szövegek, amelyek hihetetlen pontosak, de közben teljesen megmozgatják a embernek az agyát, vagy tehát nagyon sokat merengsz rajta, vagy hát hülyeség ez az egész, vagy nem, vagy mit érdemes ezzel nézegetni, ez annyira bevonza. Na, ez nagyon ennek az arányait nagyon jó. Tehát ez egy irodalmi mű egyébként, tehát ez a része. És a kép meg ugyane valamilyen módon közelít hozzá, és hasonló, de nem akarja másolni a szöveget. Többé ez az egész, úgy jön össze valamiféle összhanga, ahogy én láttam, nem feltétlenül kell, hogy a két dolog nem mindig ér egybe, más-más tónusai vannak. Persze, a maradófikus oda pöttyent egy ilyen tollavesztett jószágot. De mindig az elején egy kicsit így a tudományos beszédnek a elemeivel, hogy ez mind meglep volna, lexikonok mélyén, tudjuk, hogy ez így van, és akkor még kicsit hozzáteszünk. Volt egy kicsit az átverés, mert valami ilyesmire futtatja ki. Itt több ilyen szöveg, vagy hosszabb szöveg van, de szinte mindegyik kisebb szövegben van két mondat legalább, ami teljesen ilyen, még nem a költészetet most általánosan értem, tehát nem rínel, nem ad, de valamit a képzeletnek, amit csak a képzelet tud, a költészet tud megragadni benne. Tehát ez a szó és a kép meg ez valamilyen módon, mint egy boltonka, vagy nem tudom én mi. Tehát nem akarom már hasonlatot. Hát szerencsére egy jó könyvhöz egy jó olvasó is kell, ugye? Aki összerakja. Hát minden olvasó ilyen tulajdonképpen. A gyerekek milyen találékonyak, amikor nézik a képeket. Ugye a gyerekek, én sokkal többet néztem én is a képeket, mint, vagy hogy egyáltalán az ember elereszti a fantáziát, és azt gondoljuk, hogy ez egy hülyeség, a képzelés, a töprengés, az álomnak a megfejtése, vagy ezek a haszontalan dolgok. Mert ugye mindent tudunk, és ez a haszontalanság, de közben a történetek egy archetikusok. Tehát azok a történetek újra és újra ismétlődnek. Most nem könyvre gondolom teljes mértéken, hanem az a dolog, ami ez a narratív tudásnak az emlékezete, vagy fontossága, amire Ricoeur beszél. Tehát az a negyedik tudás. Az irodalom azért nem fog megváltozni, megváltozik természetesen, nagyon sok változik, de el nem tűnik, mert ez az a tudásfajta, ami ott tudunk írásról, az jelen van. A történetek nem múlnak el, hanem valahogy átalakulnak. És ebben a mitológia tulajdonképpen ugye roncsolt mondom, mert nem akarunk hinni okosságunkban, de jelen van. És ez a Borges megújította ezt a dolgot, szerintem ebben az a trükk, mert korábban halálosan komolyan vették, akkor így értelmezték, hogy Borges azt mondta, hogy ez nem kell ennyire halálosan komolyan. Tehát ebben azt mondom, a könyvek ez a humor része, vagy nem humor, játékosság, fricska, és persze komoly. Tehát nem úgy van, hogy akkor, és ez nem tudod szétszálazni. Ravasz könyv, tényleg. Nagyon jól mondott Borges, mert hogyha Szilvi meg én nem ismerjük Borgest egymásról teljesen függetlenül, akkor azt mondja, hogy meg sem születik. Igen. Nyilván is a Borgestől kaptam hozzá kedvet. Igen, az ez így is lehet csak a képzett lényeket. Ezeket a lényeket, és Szilvi meg nyilván szintén találkozott fel, vagy sokkal beadóbban, mint én. Akartok még valamit közösen csinálni? Közösen. Éppen most mondta a Viktor, hogy eszébe jutott, hogy a magyar bestiáriumot is meg kellene csinálni, de ezzel már elkéstünk, mert most jelent meg egy bestiárium Hungarikum című könyv. Ez nem látható. Hát de valamit majd biztos kitalálni. Valamit majd csak kigondolom. És ez a munka, közös munka, ez mit hozott külön-külön nektek együtt, vagy ez a együtt dolgozásnak? Csodálatos délutánokat az íróasztalunknál. De nem volt annyira közös munka, vagy ez ilyen félreérthető. Tehát a Szilvi kapta a szöveget és megrajzoltam, én megkaptam. Hát ismerve a természetét, nem ismertem rosszat mondani, ugye? Nyilván viccelek, de
Nem volt ez, hogy most egy összeültünk, és akkor egy lényen elkezdtünk gondolkodni, hogy szerintem ez így legyen, szerinted úgy legyen, ezt írd át, én így rajzolom. Így akartam volna? Nem. De nincs recept, ugye, nyilván akkor ilyen két ember dolgozik egy könyvön, az ezerféle módon lehet, és ugye semmiben jobb, hogyha valaki egész éjjel ott ül a kályha mellett, és beszélgettek, vagy az, hogy néha egy-egy e-mailben, és tehát valami a gondolkodásnak azonosságán és különbözőségen van. Mert ezen nem volt mit beszélni, hát leírta, amit akart, ott volt minden, hát akkor nem? Nincs mit beszélni. Hát aki készül összetel foglalkozik, így átlátsd a képet és kézzel. Ja, hát a grafikus az nem beszélő állat, hanem rajzoló állat. És miért rajz? Miért nem rajzolás festné mondjuk? Mert ugye ez a szokvány. Ja. A grafikus, meg a szobrász. Én nem festő vagyok, az egy másik szakma. De csak kérdezem, hogy tulajdonképpen ugye, mit tud jobban a rajz, mint a festmény? Hát számodra mi lett fontosabb? Hát én nem értek a színekhez, ez teljesen egyértelmű. Legalábbis nem próbáltam, hogy olyan ezekre fog. Nem, ez azért lett kitalálva ez a három szín, hogy ez is elválaszt ezt a három kötetet, de nem színes. Ez nem színes. És ez folytatható, vagy akarnátok folytatni? Vagy azt mondjátok, hogy ennek a lezár, mert végtelenségig lehetne, mondtad, hogy csak egy Főnix történet irányba ennyi és ennyi oldal. Nézd, ez ugye olyan szép kötet lett, és hát ugye mi is a lapokban, vagy az elmúlt egy-két évben jutottunk hozzá, hogy nyilván ilyenkor az emberben van egy hatalmas lelkesedés, hogy ezt lehetne tovább csinálni, de ez kell olvasó is. Hát ja, szilágosít kell, de azt meg nem lehet parancsszóra, mert ugye éppen az unikális jellege miatt az olvasó, vagy akár a könyvtárosok, vagy a könyvtárosok, hova tegyük ezt? Ez egy nagyon vékony réteg. Ja, hát ezt olvasom. De középkorban 300-an olvastak könyvet, és rendben volt. Tehát úgy értem, hogy a kultúra tovább ment. Tehát most azt, hogy mekkora példánszám, általában önmélyebb példánszám a hülyeséget. Bocsánat. Tehát pont a fordítottja válik a nagy példánszám. Aztán Borges mondta, és hogy megjelzem, hogy Hencegnek is az írják, hogy milyen sokan. Ugye, tehát hogy Borges mondja azt hiszem, hogy ő magának is a szűk baráti körnek ír. Minden más, ami ilyen nagy példánszám, az ugye Latin-Amerikából nézve, tehát ez egy kics, ez egy hülyeség. Tehát ugye Amerikát nyilván így nézték le. És aztán persze ő tört át 61-ben, és lehet a dél-amerikai irodalom, ugye az amerikai útjával, de addig azt se tudták, hogy itt van. De és én azt gondolom, hogy az irodalomnak tényleg sokféle létmódja van. Nyilván kiadóként nem állítok elő, minél kevesebb könyv legyek, nyugodtan ne csinálhatok egyetlen egyet, tehát két-három példán legyen. Ez hülyeség, de ettől függetlenül egy könyvnek az az értéke, vagy egy műalkotásnak, mondjuk így, nem tudom, hogy mit kell. Könyv egyébként, hát ez is a könyvnek kitágítja a lehetőségeit. Mert tényleg nagyon hamar el lehet olvasni, és akkor kiderülsz, hogy hát semmit nem csináltál, mi az a... Tehát, hogy mert ugye akkor csak egy érzéki olvasásod van, és akkor elkezdett nézegetni, figyelgetni, gondolkodni, beszélni róla. Mert tényleg ezekre a dolgokat nagyon nehéz nyelvé átfordítani, hát hiszen nem értek képet és szöveget. Igen, de itt megjegyzem, hogy a sajátos módon a én nevelt lányom az kevésbé olvasó típus. Viszont imád rajzolni, abszolút vizuális alkat. És a könyvet elnézegeti egy órán keresztül úgy, hogy egy sort is beleolvasna. De hogyha ez a olvasás szociológiai dolgokhoz kép, az biztos, hogy ez egy nagyon erős változás lesz, ami vagy van. Tehát ez már régeség megtörtént, csak a mi kultúránk, öregségünk az még elhitetni. Abszolút a kép kultúrájában élünk már. És az olvasásnak ilyen hosszú szövegei nagyon, tehát a fiatalok mindig okosabbak, jobbak, szebbek, de az világos, hogy a mostani egybefüggő szövegeket nagyon kevesen fogják elolvasni. Tehát a világudomnak zseniális 19. századi korábbi nagy művei, Anna Kareninától Flaubertig, hát nem,
vagy nagyon kevesen, és ez nem egyszerűen másképpen jár az agyuk. És ezt akárhogy jön, majd fog változni megint a kultúra, de itt a képi uralkodik. Hogy ez jó vagy nem jó, azt ne döntsük el. Mert ugyanúgy mindenben lehet jó és rossz. A arányok változnak meg, és a képek, az agyuknak a szerkezete. És valóban a szövegek, persze, ilyen más. Mert nincs rögzítve semmi. Tehát ez a kentaur, most mondjuk így, mint a műfaját, ez a kettősség, az pont erről szól, kép és szövegnek, hogy hogyan lehetne a két dolgot összevonni, hiszen egy ott már nem irodalmi kultúrában él, mondja Susan Zoltán, és ebben a 60-as években mondja, hogy ez így van. És ez nem félelmetes, vagy rossz, vagy jó, hanem valamilyen. Azt ki lehet használni, és én ezt a könyvet így most tágabban valahogy, hogyha ilyen művészet elméletit akar még mondani, nem értek hozzá. De hogy ez valami ilyesminek a teve lehetne. És ez nagyon jó, mert olyan fajta út, ami még nem sokan jártak. A kezdeti koncepció az volt, hogy megidézzük a középkori bestiáriumokat. Igen, világos. Ugye olyan lényeknek a gyűjteményét, ami vagy ördögi, vagy valami isteni szimbólumokkal rendelkezik. Ez nem volt nézve a szekidőt, hogy mindegyik vagy ez, vagy az. Igen, persze. Volt egy ilyen alapkoncepció, hogy ezt a régi középkori műfajt elvonítsuk meg, csak hát akkor... És ezt mikor fedezted föl ezt a mint témát, vagy ezt a lehetőséget, vagy a besti álmunk, hogy végig érdekelt a mitológikusság, vagy... Engem, még egyetemista koromban is, igen. Nem beszéltünk erről, tehát hogy ez egy hosszú szerelem akkor neked. Hosszú szerelem. És a prózaírás, ugye ez csak egy kérdés, az mennyiben változik már az ebben a elgondolásban? Tehát ez egy egészen másképp, mint ami valószínűleg is próz. Hát a kettőt nem nagyon tudom összeegyeztetni, ugye engem a mitológia régen azért érdekelt, mindenkülön mint nyelvhasználat. És mondtad a prózát, hogy mi a különbség egy elbeszélő próza és egy mítosz, egy mitológiai történet között. Egyetemen ezt foglalkoztatok. De most, amikor itt írok ifjúsági regényeket, vagy éppen, hát ez nem is aminek lehetne téged nevezni, ezek valóban csak ilyen regényeket leírása, így már nem gondolkodok ezeken a dolgokban, hogy a mítosz és a próza között milyen kapcsolat van, vagy nincs. Hát nyilvánvaló, hogy ez egy a modern irodalomnak újra és újraállás, mondjuk a Thomas Mannnak a mítosz felfogása, ami teljesen mására és vagy a latin-amerikai irodalomnak a nagy búmja, jó részt erre épült. És ezek persze elhasználódnak, más fotók lesznek, de az irodalmat megfrissítik. Tehát én ennek nagyon örülnék, hogyha ez a könyv inspiratív lenne a kortárs magyar irodalomra, vagy valami dialógust hoz kell. Tehát nagyon érdekes, hogy a képzőművészek és a írók véletlenül se találkoznak. Kiderül, hogy igen. Tehát van erre átjárás, mert egyáltalán ugye nem lehet megragadni se szóval, se képbe, mindazt, amit ugye egyben tudunk, és ez a párbeszéd ebben az értelemben, ami a néma vagy van, ez egy az a írásnak, a képnek egy új rendszerét akár. Nem akarom eltúlozni, de már be ilyesmikre jut az ember, hogy miért is csinálják ezt, mert ugye lerajzolom most 35x3 ilyen képeket. Akkor ez csak ennyi, de a képeknek a vonzereje és a szövegnek ez a hidegsége, ez nagyon érdekes történet. És mi volt ebben Benjamin érdemel? Minden. Ez mit jelent? Jó, most egy kicsit sajnos, hogy mondtad, mert meg akartam említeni, hogy ne felejtsük el Benjamin, aki a könyvnek a szerkesztője, a korrektor. Ezt az elején megdicsérjük, csak nem így. Nélkül nincs ez a könyv. Tehát ugye tényleg kiadói szemmel csak így néztem, mert én mondom, hogy Benjamin, hogy jót beszélgettünk, a hozadék az volt, hogy 3-4 nagyon jót beszélgettünk, és az egy nagyon fontos dolog. És tényleg megnéztem, mennyire jó tud könyvet csinálni. Csomó ember megirigyelhetni, hogy a professzionális könyvkiadó, hogy milyen hibák van. Tehát biztos van hiba benne. Nincs olyan, hogy ne legyen, de azért ez úgy néz ki, mintha nem lenne. De mindesetben már ki van találva. És sunyi módon fotóz, ki tudja, mire készül. Már mire következik.
Jó, a közönséget szeretnének kérdezni, volt, aki látta, olvasta, ez valami kérdése van az alkotókon. Mindig leszoktak engem baltázni, leszoktak a közönség felé fordulni, és itt talán csomószor ilyen feszengés a dolog, hogy hogyan és mit tud. De nyugodtan kérdezzenek, vagy ha nem, akkor majd a büfébe hajszok rá mondani. Itt a kérdés, nem tudom. Elfársa. Nagy cél. Igen? Nagy cél. Csak nagyszerű, én azt én meg dicsérték. Ja, dicsérték, igen. Én azt szeretném kérdezni... Jaj, nyugodtan neki, esetleg. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek a grafikák a könyvben az 1:1-es méretűek, tehát hogy ebben a méretben készültek. Igen, ezek pontosan akkorát is, lesz egy kiállítás is, majd májusban. Na, ezt jól mondod, mert én el akartam is kérdezni, akkor ennek lesz tovább élet. Lesz egy hatalmas nagy szép kiállítás, lesznek ott szobrok is, legfőképpen ezek a rajzok, és Horvas Péter fogja megmutatni. De jó. Na, hát akkor már is egy kinyílt valami más. Tessék eljönni. Hol lesz? Ez a... Proféta Galériában, az a Gellért téren van, nagyon jó helyen. Tehát akkor jövőre, májusban. Jó, ez remek. Na, akkor nem forszírozunk tovább, azt gondolom, hogy a alkotóknak adjuk egy tapsot.